A 21. századi ember figyelmét világnapok és nemzetközi akciónapok tucatjai hívják fel bolygónk égető problémáira. Ezek olyan számos országot érintő figyelemfelkeltő programok, amelyeket általában nemzetközi szervezetek hoznak létre aktuális témákhoz kapcsolódóan. Ahhoz azonban, hogy valaki abban a korban kezdeményezzen egy ilyen eseményt, amikor a természetvédelem úgy szólván nem is létezett, kivételes érzékenység és jövőbelátás kellett. Madarak és fák napja. Herman Otto hirdette meg, hogy egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében. Előzménye egy 1902-ben az európai államok által aláírt a mezőgazdasági hasznos madarak védelméről szóló egyezmény volt. Bevezetésére csak később 1906-ban Herman Otto hadhatós közreműködésével került sor. Gróf Aponyi Albert, vallás és közoktatási miniszter, ekkor körrendeletben tette kötelezővé a madarak és fák napjának megünneplését minden iskola számára. A gyerekek ezeken a napokon kirándulásokon vettek részt, fákat ültettek, madárodukat helyeztek ki, cikkek és kiadványok emlékeztettek a természet védelmére, akár csak ma. Mára egy-egy speciális környezeti problémára több tucatnyi zöld nap, világnap és akciónap hívja fel a figyelmet. Ezek többségét azonban alig 20 éve ünnepeljük. Ilyen a vízvilágnapja, a földnapja, a környezetvédelmi világnap. Mindezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy Herman Otto egy évszázaddal megelőzte a korát. Az emberi beavatkozás nyomán sorra éljük fel pótolhatatlan erőforrásainkat. 100 millió évek alatt felhalmozott kincseket herdálunk el néhány évtized alatt. A madarak életkörülményei romlanak, pusztulnak az erdők, a mezők. Emlékezzünk legalább a madarak és fák napján, ezen a legpatinásabb zöld ünnepen, amely itt született Magyarországon, 100 évvel ezelőtt. Hogy a vadon élő növény és állatfajták kihalásának ütemét nem években, hónapokban, netán hetekben, hanem napokban és órákban mérik.